Mire újra kezdetét veszi a kerékpáros szezon, Kölesd és Kistormás között elkészül a kerékpárút. A beruházás 203 millió forintból valósul meg az Európai Unió által biztosított forrásból, és része lesz annak az úthálózatnak, mely a Tolnamegyei Önkormányzat kiemelt projektjeként a siómenti településeket összekötve a Balatonig lehetőséget ad a kerékpáros turisták közlekedésének. Ennek eredményeként ez fellendülést hozhat a vidék számára. Erről Orbán Attila, a közgyűlés alelnöke beszélt a munkaterület átadóján. Azt láttuk eddig, hogy nagyobb városok környékén valósultak már meg bicikliútak, de nem jellemző, hogy kis településeket is összekössön bicikliút, és azért is fontos ez a beruházás, mert egy jó jelzés arra nézve, hogy a kis településen élő emberek sem kevésbé fontosak, mint mondjuk egy kisebb város, vagy akár egy nagyobb városon élő ember, és kell érezzék a megye kis települése is azt, hogy ugyanazt az életminőséget igyekezünk nekik is megadni, mint hogyha bárhol laknának. Tehát ne jelentsen egy kis településen élés hátrányt, akár egy más településsel összehasonlítva. Persze ez egyik napról a másikra nem megy, de az ilyen beruházások mindenképpen az embereknek az önbecsülését is erősíti, és ha már egy kölesdi és kistormási ember el tudja mondani magáról azt, hogy nekünk is van bicikliútunk, ez már egy új érzés, és hát mindenképpen abba a koncepcióba beletartozik, amit mi megyek kitűztünk, hogy fejlesztés, innováció a fiatalok számára, pedig a sportos életnek a támogatása az mind legyen benne a megyének a tevékenységében, és ez egy jó példa arra nézve, hogy ezek a szempontok mind érvényesülnek itt Kölesden. Maga a bicikliút is fel fog fűződni akár a SIO projektre is, de a SIO projekt kapcsán lesz turisztikai állomása a projektnek itt Kölesden, úgyhogy ez is egy újabb fejlesztést fog jelenteni, és az életminőségnek a javítását. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője többek között arról szólt, az ilyen típusú beruházások nagyban javítják a helyiek komfortérzetét, biztonságát. Az államtitkár arról is szólt, a magyar gazdaság a jelek szerint gyorsan átvészeli majd a koronavírus járvány okozta visszaesés hatásait. Még március elején nem is gondoltuk volna, hogy ilyen gyors válságba kerülhet a magyar gazdaság, illetve Magyarország, csak úgy, mint az Európai Uniónak, vagy az európai országoknak a gazdasága, vagy általában az európai gazdaság és a világgazdaság is. Ez a járványhelyzetnek köszönhető. Én azt gondolom, hogy nagyon jól döntött Magyarország és Magyarország kormánya, akkor, amikor az előző uniós ciklusban azt határozta meg, hogy a pénzek 60%-át, vagy több mint 60%-át a gazdaságfejlesztésre költi, illetve fordítja, és ez is hozzájárult ahhoz, hogy meg tudjuk erősíteni a hazai vállalkozásokat. A válság nagyon gyors és hirtelen volt, még saját életünkben azt gondolom, hogy hasonlót nem is láttunk, de reméljük, hogy ugyanilyen gyorsan ki fogunk lábalni belőle. Közösen most azon dolgozunk, hogy tudjuk támogatni a magyar vállalkozókat. 2020. május 18-áig 6800 vállalkozás kapta meg a munkavédelmi vagy munkahelyvédelmi támogatást, és összesen 90 ezer munkavállaló vett részt ebben a programban. Az én körzetemben is, tehát itt a Tolna megyei kettes számú választó kerületben is több ilyen vállalkozás van, akik ilyen összegekhez jutottak, és egyébként hétről hétre lehet benyújtani ezeket a pályázatokat. Remélem, hogy minél többen igénybe tudják venni, és minél többen tudnak ezzel élni, ezzel a lehetőséggel. A kormánynak az a célja, hogy ahány munkahely megszűnt
a válság következtében, a járványhelyzet következtében annyit tudjunk teremteni és visszaépíteni a közeljövőben. Nagyon reméljük azt, hogy az év második fele már arról fog szólni, hogy egy gyors fejlődési szakaszsal jövünk ki ebből a válságból. Személyes tapasztalataim is vannak erről, hiszen nagyon sok barátom van, aki a gazdaság területén dolgozik, különböző cégekben mind arról számolnak be, hogy egyre több már a megrendelésük, és sokan már alig tudják teljesíteni a megrendelésüket, hiszen nem csak a magyar, hanem az európai gazdaság is talpra áll, elindult ez a folyamat, és nyilván ebbe illeszkedik bele a magyar gazdaság is. Ennek az lehet az eredménye, tette hozzá Potápi Árpád János, hogy azok, akik most segélyre szorulnak, hamarosan ismét foglalkoztatottá válhatnak, így nem emelkedik kezelhetetlen szinten az országban a munkanélküliség.